Haladjunk tovább, és nézzük a következő feladatokat, ahol is alapvetően törteket látunk, most nyilván egyszerűsítőt nem tudunk, mint ugye az első videón tudtunk, és hogy is ez szorzat? Hát tudjuk, hogy egy hányos, hogy az mindig fölható szorzat függvényként, csak éppen ugyan a negatív kitevőket kell használni, tehát hogy lesz szorzat így? 4 U szor, és akkor ugye ez van a mínusz első. Tehát E ad, mínusz 2 U négyzet plusz, mínusz, ugye mínusz egyszeresét kell venni, mínusz 3 D U alakban kell fölírni, ennyi, és akkor meg is van a szorzat. Tehát azt, hogy most ilyen hányados látunk, hát az is ugye szorzatnak tekinthető. És akkor kezdjük azzal, hogy beazonosítunk, 4 U, értelemszerűen egyszerű, E ad mínusz, hát az előbb csináltam meg két ilyen feladatot is, biztos, hogy ez egy bonyolult lesz. Ha nézzük már meg ugye a belső függvény, ami kitevőben vannak, a deriváltja mi is lesz, mínusz 4 U. Hát persze, hogy mínusz egyszerese a 4 U-nak, tehát nyilván fog működni a helyettesítésünk, csak most jól, ugye megszokott út nem használhatjuk, mert itt ebben U van, tehát akkor most Y-t fogom beírni annak helyére, és akkor ez az a mínusz 2 U négyzet, mínusz 3, tehát dy per du az egyenlő lesz mínusz 4 U-val, dy egyenlő, hát akkor a mínusza is átszorok, mínusz dy egyenlő lesz ugye 4 U du, jó, tehát itt több lépést csináltam. Azaz, hogyha ezt fölírom, hogy E ad mínusz 2 U négyzet mínusz 3 szorozva 4 U du-val, akkor vagy a helyettesítés után ide az Y-t kell írnom, ide pedig a mínusz dy-t. Hát az a mínusz az szépen kijön, az a számszoros, azaz mínusz integrál E ad Y dy, megint, azaz mínusz E ad Y plusz C, vagyis mínusz E ad Y-re vissza, mínusz 2 U négyzet, mínusz 3 plusz C. Jó? És akkor készen is vagyunk. Oké? Na, akkor menjünk tovább, és akkor nézzük a következő feladatot, az pedig ugye megint csak ugyan hasonló, teljesen hasonló, mint az előző, hogy tört van ugyan, egyszerűsítési lehetőség nincs, de hát akkor ez természetesen. És az előző példából kiindulva, eleve úgy fogom fölírni, hogy ugye a nevezőben lévő kifejezést írom első szorzó tényezőnek, P négyzet mínusz 3 a mínusz 1 ötödiken, mert tudom, hogy itt a 7P, DP helyet fogok majd valami mást írni. Tehát mondom, nekünk talán sok okoskodási lehetőségünk nincsen, ennek biztos, hogy így kell történnie, hogy a bonyolult függvény zárójel van, tehát akkor nyilván ez lesz az összetett függvény, ott van belső függvény deriváltja 2p, persze, hogy számszorosan, ugye, tehát itt ez a belső függvénynek a deriváltja, számszoros az egyszerű függvénynek, és akkor a helyettesítés az értelemszerűen, na hát akkor most el is maradjon már Y-ra, hogy a P négyzet mínusz 3 helyett írunk Y-t, akkor dy per dp az egyenlő lesz ugye 2p, dy egyenlő 2p dp-vel, na és ezt el kell érni, hogy ne 2 legyen, ami 7, tehát akkor itt szorzunk 7-2-del, és akkor ugye ez 7-2-ed dy egyenlő, hát az ugye pont 2-ed, hogy itt ugye ez a 2-es volt, és azért meg ugye 7 pdp kell nekünk. Tehát ez lesz a 7-2-ed, dy, ez lesz az y. Azaz, helyettesítés után ezt kapjuk, hogy ez egyenlő, az integrál, ops, hát a 7-2-edet, ugye rutinosak vagyunk, azt már rögtön kiírjuk, a számszorzót, és akkor y-ban a mínusz 1 ötödiken, dy, igen, visszavezettük megint csak egy elemi, ugye függvénynek az integráljára, tehát akkor az 7-2-ed, ugye 1-el növelem, mínusz 1 ötöd, meg 5 ötöd, az csak 4 ötöd,
ezzel a számmal kell osztani, plusz C lesz. Na, itt aztán tényleg elvégzem a szorzást, tehát akkor, vagy az osztást mondhatjuk mindegy, egyszerűbb valak a fülön, tehát ez 35/8-ad. És akkor y 4/5-e, tehát az y helyre beírjuk, hogy az, ugye p 4/3 a 4/5-e, plusz c a feladat megoldása.